tényleg az a helyzet, hogy a te édesanyád egy székely hölgy volt? Én azon szerencsések közé tartozom, aki úgy tudott szakterületet váltani, hogy ebből nem vesztesként került ki. Mindegyik önk visel egy puttonyt. És az a puttony az akkor kerül rá a hátunkra, amikor megszületünk, és az egész életünkben kvázi cipeljük és tehetséges emberek mennek el, és azért ez, ez, ez itt azért valami nem stimmel, hogy valami úgy, úgy, úgy előjöjjön belőle, amivel azon az emberen legalább addig tud segíteni, ameddig mondjuk a mentő ki nem jön ránézésre A4-es középiskolás, de belül ott valami nagyon-nagyon nagy zsír van ott a buksiába. Nagyon csúnya szó, amit mondok, lehetetnék neve. És előveszem, lecsavarom, kiöntöm, nyom, 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 és odaadom a gyereknek, hanem ő csak azt a pillanatot lássa, hogy ott van a kanálba, mm -hmm. és odaadom neki. És azért, mert ő ezt a saját szerepjátékaiban el fogja játszani. Elmagyarázta, hogy miért az, és megértettem. És még nem ez a gyógyszer az, ami a leginkább populáris függőség szempontjából, hanem a hashajtó. Micsoda? Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű tevékenységek és persze jó sztorik. A házigazda Máté Kincső. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez itt újra a Pertú háromszék legközvetlenebb portré kezdje, jó kis beszélgetésekkel, három széki székelyföldi, erdélyi és esetenként külföldi meghívottakkal, ahogyan például jelen esetben is. Mai meghívottunk ugyanis Zaher Gábor, toxikológus, mentőorvos, de lelkes, pipázú, meg ha jól tudom, akkor barok trombita zenefán, és csokis, magyaros csokis fán is egy kalap alatt. Azt hiszem, nagyon röviden így lehet összefoglalni azt, amiről ma fogunk beszélgetni. Szervusz Gábor, köszönöm szépen. Abszolút, én is mindenkit, köszönöm a meghívást, megtisztelő. Ja, hát nekünk ez külön megtiszteltet. És én bevallom, derekasan régóta szerettem volna akár egy picit ilyen közvetlen formában beszélni, mert valamikor évekkel ezelőtt, talán egy-két évvel ezelőtt hallgattam Kadarkai Endre egyik podcastjében egy ilyen elejtett félmondatot, és ez az, az elejtett félmondat, ez körülbelül úgy hangzott, hogy édesanyádra emlékeztél, és valahogy úgy fogalmazta, hogy egy ilyen igazi székelyasszony volt a te édesanyád. Annak kapcsán beszélgettetek Andrével erről, hogy a dohányzás és hogy mekkora dohányfüggő voltál te, és édesanyád is, amikor a műtétet követően az első gondolat az volt, hogy cigarettázni menne, akkor jött ez a kis gondolat, és megütötte a fülemet, hogy vajon tényleg az a helyzet, hogy a te édesanyád egy székely hölgy volt? Nagyon Nagyanyám volt székely, Gidófalváról származott, Hát ez itt van a közvetlen így van, így van, de jó. Na, ne meglepetés. Így van, úgyhogy édesanyám, édesanyám, pedig a keleti végeken ott, 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 gyerekeskedett, ugye ők kilencen voltak testvérek, most már sajnos csak egy él belőlük, és ugye az édesanyám múlva most 80, 89 éves, úgyhogy ő sem mai pipi már, azt kell, hogy mondjam. De hát számolatlan mennyiség a testvérem van, akiket azt gondolom, már nem is nagyon tudok összetartani, vagy ismerni, hogy ki kicsoda édesapám, még ők, ők hárman voltak testvérek, hogy ott is a mi kett, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, az édesapám hugának, meg az öcsének ott is van, vagy 12 gyerekük volt, és onnan is van még egy, egy zsákra valónak a testvér. Jaj. Úgyhogy időnként úgy elő-elő bukkan, fölhív valaki, hát általában mikor hívnak föl, mikor valami. te figyelj, hát ezer éve nem beszéltünk, én vagyok a, és akkor elmondja, hogy kicsoda, és akkor mindig valami egészségügyi problémák szoktak ilyenkor előjönni, de ezt az ember már megszokta, tehát ez a szakmájával együtt. jár. Családi vacsorára már nem is hívnak, csak nem vagyunk, a Egyszerűen egyszer, azt gondolom, hogy nem, nem is nagyon férünk el, a, a vágyaméka szoktunk így, így karácsony tájékkal rendezni, hát is vagyunk, hogy 12 -en, 13. Jaj, de jó, hát gyönyörű népes család, mm -hmm. ez akkor visszamenőleg is. Gidó falván gondolom, akkor jártál. Ö, igen, múltkorában, múltkorában jártam, de igazándiból már semmi olyan, olyan, olyan emlékhez nem tudom kötni, mert ha bár én ismertem annak idején ugye a nagyanyámat, egy igazi ilyen makacs székely, székely, székely hölgy volt, aki, aki hát szegényként úgy, úgy, is halt meg, hogy, hogy fel akart állni egy, egy a fotelból, ahol ült, és a, Édesanyám, vagy édesapámnak a húga ment volna neki segíteni, és mondta, hogy nem kell, nem kell, majd magaszkodt, és megkapaszkodott a zsúrkocsiba. Ja. Az egy elég szerencsétlen történet volt, hogy elesett, szomnyaktörés, na most abban a korban Igen. gyakorlatilag ez, ez már nem ahhoz hőle titkát jelenti sajnálatos módon. Ez az igazság, hogy oly sok mindent megmagyaráz így hirtelen utólag, hogyha kiderül, hogy neked ilyen szintű székely vér folyik az ereidben, sőt egészen közeli dolog. Mert hallgatván téged nagyon sok előadás kapcsán, könyvek apropóján, egyáltalán televízióban, nagyon sokszor az volt a benyomásom, hogy olyan, mintha egy nyakas székely embert látnék. Te érzed magadban ezt, vagy valaha gondolkodtál? azon, hogy nem -e oda vezethető vissza ez a nyakasság, ez a, úgy mondják mi felénk, hogy mint a csiki hagy havasokon a fenyvesek, ahogy áll a székely férfi embere. Kicsit ezt érzed. <laughs> ez egy tök érdekes dolog, mert most karácsonykor uh, ugye léteznek ma már ilyen, uh, ilyen, szolgáltatások, hogy az ember vesz nyálkártya mintát, elküldi, és visszaküldik, hogy milyen genetikai összetétele van. Uh -huh. És nagyon érdekes volt, a feleségem ezzel lepett meg, és hát uh, igazándiból nagyon érdekes, de kelet-európai nincs is benne. Komolyan. Szinte. Minimális mennyiségű. Észak-európai van benne, zsidó van benne, ugye férfiágról, ugye zsidó, zsidó fél, családból ö ö ö származom, de igazándiból, hogy kelet-európai, az, 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 az nem nagyon sikeredett bele, talán egy olyan 5-6 van csak összessége benne. Ettől még elég nyakasnak tartom magam, függetlenül, le, függetlenül ettől, ettől az elég dologtól, vannak bizonyos elveim, mert ezt tartom magam, lett légyen ez a a munkám, lett legyen ez a politika, lett legyen ez a, a családi élet, és azokból, hát lehet, hogy időnként hülye hangzik, de nem vagyok hajlandó nagyon engedni. A 21-ből az nem baj, mondom, Igen. ez ilyen nagyon ránk jellemző, de én akkor ilyen tiszteletbeli magunkénak veszlek innentől kezdve is. Közhírét ország országvilág számára. Azt mondják, hogy minden jó ember Erdélyből származik, kíván még egy tanulvány Köszönöm szépen. Na, magunkat többet nem fényezem, beszéljünk rólat Ha már a család is egész konkrétan, hogy a tesód szóba került, akkor mondjuk el, hogy ötödik generációs orvos, dinasztiából jössz ki. szép Olyan ezt, mindig el, ezt mindig, mindig ezt szokták mondani, most megszakadt. megszakadt. A, most megszakadt a, a bátyám révén is, a nővérem révén is, és az én révemen is, ugye. A bátyámnak a fia, a nővéremnek szintén a lánya, az én fiam, ő pedig építészmérnök lett. És azt mondani, hogy ő tök jól választott. És abszolút mértékig nem csodálkozom azon, hogy ő mondjuk ezt a pályát csinálta, neki az édesanyja ő szintén mérnök. Részben pedig ugye amikor ő fölnőtt a gyerek, amikor mit tudom én, oldás, általános iskolás volt, hát ugye idézelve akkor voltam szakmai erejém hát most már azért öregszem, akkor azért folyamatosan mit látott apa ügyel, apa hétvégén bement, apát éjszaka is behívták, stb. 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 Úgyhogy nem csodálom, hogy ő, ő nem ezt a dolgot választotta, viszont véletlenül büszke vagyok rá, mert tök jól csinálja, a, a, amit csinál, nagyon szereti a munkáját, ugye dolgozott kint Hollandiában, most meg éppen Belgiumba készülnek ki a párjával, és ami, ami tulajdonképpen egy kicsit azért szomorú, és nagyon érdekes volt számomra az, hogy amikor kim voltam náluk Hollandiába, ugye Delftbe, ugye ott van egy, egy darab egyetem van, a műszaki egyetem, ahol gyakorlatilag a, a házépítéstől kezdve az űrhajó tervezésig mindenféle karok vannak, 60 ezer egyetemista, szól a városnak több, mint a fel egyetemista. Igen. És azt mondta, hogy tök jó itt kint az egyetemen hogy Budapesten a Műszaki Egyetemen, ő ugye osztatlan képzésre járt, ugye az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy ugye a mesterdiploma plusz két év, hanem ő egybe végezte ugye az uh -huh. öt évet. Ők nagyon sok mindent megtanultak, és nagyon sok mindent megtanítottak neki, csak egy valamit nem tanítottak meg neki, hogy hogyan legyen építészmérnök. Ugye. És ez tök érdekes. És ő például ott kint, az alatt az idő alatt, ami kint volt, és ugye járt is az egyetemre, ő például építészfilozófiát hallgatott. Ami Magyarországon Mérjére nem az, hogy ismeretlen, jó. De most így azt mondanám, ennek építészfilozófiát, mi a? Na kell építészfilozófia, szóval mi az? Szóval hogy egy látásmódot, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és megismerni tényleg ugye azokat az építészeket, akik azért, és most nem feltétlenül csak a stílusokról van szó, és nem csak a, a művészet történeti részéről van szó, hanem egyáltalán egy épület funkciójának a filozófiai jelentése. Szóval nem csak az, hogy most itt van egy szoba, itt van egy stúdió, és akkor pak, mm. és van itt a falon néhány ülőpárna, ami feltételezhetően akár a hangtechnika miatt van ugye ide téve, de hogy alapvetően ez sem mindegy, hogy hogy van téve, és nem csak a hang miatt, Fentese. hanem akár az egész látvány miatt is ugye, hogy ez valójában mit jelent, mert föl lehetett volna tenni nyugodtan ugyanolyan szürkeszínű párnákat is, mint amilyen a fal, a funkciója meg lett volna, csak éppen az egésznek a, az esztétikai jelentése is alapvetően nagyon más volt. És ami miatt még tulajdonképpen szomorú, hogy azért mind a mai napig a magyar értelmiségiek, a fiatalok, azok mennek ki külföldre. Igen, és ez, ez nagyon, ez, ez, ez nem jó. És nem arról van szó, hogy ne tudnának otthon megélni, mert lenne, meg, meg, meg van is állása, szóval nem arról van szó, hogy nem tud hozzájutni munkához, hanem az, hogy azért igazándiból azt a fajta szabadságot, és most ne csak a munkára érst, hanem úgy, úgy tulajdonképpen mindenre, azt ő kint találja meg. És nagyon érdekes, mert ez most haj az éppen egy tegnap előtti világjelentéssel, ami éppen megjelent, a világ boldogság térképét azt minden évben elkészítik, hogy ez pont most 19-én jelent meg. Igen. És ez nagyon-nagyon látszik az, hogy a volt szocialista országok, azért a boldogság térkép szempontjából, hát ott lila színnel vannak ábrázolva. Boldogunk a sor végén. és ugye, ami például nagyon érdekes, hogy 109 országot vizsgáltak, Magyarország az 51 És ez nagyon-nagyon nem jó. És ha megnézed például Észak-Európát, megnézed mondjuk Egyesült Államokat, Kanadát, Ausztráliát, ugye Ázsiában Izrael az, ami vezeti ezt az egészet. Szóval azért ez nagyon-nagyon-nagyon ez érdekes, hogy ahhoz, hogy egy fiatal ön megvalósítson, hogy be... Most nem az, hogy karriert fusson be. Ahhoz Elégedett legyen az életével el, el, is. Elmegy. Van. Elmegy. Igen, elmegy és mengem. tehetséges emberek mennek el, és azért ez... ez itt azért valami nem stimmel. Igen, ez, ez itt nálunk a kelet-európai blogban ez azért elég szomorú igen. helyzet most már évtizedek óta. Viszont veszem észre, hogy ahogy a fiadról, ahogy a szakmájáról beszél, hát akkor a lendület, lelkesedés szeretem. van. Részben a fiamat. Részben pedig tök érdekes, hogy mi minden évben kiasítunk magunknak egy hetet. Ez a klasszikus apafia program, amikor elmegyünk valamerre a világba, és akkor az csak tényleg kettőnkről szól. Ugye én is otthon hagyom a feleségemet, ő is otthon hagyja a párját, és akkor elmegyünk ide oda és hát azért ebben mindig volt egy olyan, egy olyan véna, hogy akkor van olyan helyre, ami azért építészeti szempontból is számára alapvetően érdekes. Sose felejtem el a történetet, Londonban voltunk, azt mondja, apa, most elmegyünk, megnézünk egy brutalista stílusú házat. Jó, hát nem nagyon tudtam, mi az, bevallom férfségesen, elmagyarázta, uh -huh. és megálltunk egy parkolóház előtt, ami színbetonból fölépítő, és azt mondja a gyerek, így megáll előtt, azt mondja, te papa, ez barom jól néz ki. Én, hogy állok ott, nézem, parkolóház, jó, voltak benne ilyenek, meg ilyenek, meg néhány ilyen, és, és azt mondja, hát ez, ez, ez van fantasztikus. Elmagyarázta, hogy miért az, és megértettem. Úgyhogy amikor, amikor, amikor vele megyek, akkor nem az volt itt egy épület, és akkor van egy tornya, meg két tornya, meg egy ilyen, meg olyan, hanem elmondja azokat a dolgokat, amiket kvázi egy halandó nem nagyon tud, mert honnan a francból tudná, de hát ő mivel ezt tanulta, meg, meg, meg kvázi csinálja is, azért sokkal inkább belelátta be a mélyre, és ez tulajdonképpen olyan, mint amikor egy ilyen városi tárlatvezetésen részt vesz. Az is ilyen emberek. jó beszélők, kéje van egyébként. Ö, igen, hát ő is ugye tanít az egyetemen, mm -hmm, azért és, és azért ott, ott azért le kell kötni a hallgatókat, és ugye ő első éveseket tanít, és nekik minden kedden van órájuk, és az ugye 3-tól este fél 8 tart, és az, az időt az végig kell beszélni. Szóval ilyen, ilyen ö, ö, térkompozíciók tanítanak ugye elsősöknek, és hát az nem csak arról szól, hanem feladatokat kell adni, visszakérdezni, megbeszélni, átbeszélni, szóval, szóval igen, ezt lehet, hogy ezt tőlem örököltem. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Imádom ezt a lelkesedést, mert hogyha benne is megvan ugyanez akár a szakmája iránt, akkor azt hiszem, ez a nap második felében esedékes. Tényleg egyébként nehezen bírható délutáni órák is valószínűleg elég érzgalmas. Órákat el is beszélni ezek valók, és akkor mutat, és akkor a telefonjába képet, ezt néz meg, azt néz Ez egyébként az meg. igazi szakma szeretetnek. A jelen, nem? Vagy annak az igazi szakma amikor az ember akár órákon keresztül. Mert téged, rajtad is ezt látom, vagy téged nézve is, bárhányszor felmerült a kérdés bennem, tudod, hogy, hogy annyiszor kérdeztek már drogról, prevencióról, függőségekről. Soha annyil... nem lehet megmondni. Ez a kérdés. És mindig tud az ember újat mondani, hiszen a világ az alapvetően alakul, új dolgok történnek. Ráadásul, ugye én tanítok egyetemen, és én, én, én a tanításban a tanítást szerettem leginkább. Szóval kiállni a hallgatók elé, és ezért volt borzasztó ugye a COVID. Ugye amikor ott ült oh, az ember számítógét előtt, és mondta, és mondta, és iszonytatóan hiányzott az, hogy most ott ülnek velem szembe százan, kétszázan, látom az arcukon, unja, nem unja, tetszik neki, telefonját babrálja, stb, stb. 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 A vizsgáztatást azt viszont nem szeretem. Mert? Nem szeretek vizsgáztatni. De miért? Alapvetően azért nem, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy... Például a kollégáim szokták mondani, hogy mit törvén náluk valamikor ilyen 60-70 os a bukási arány egy tantárgyból. Ami alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy az, az oktatónak a hibája. Most gondolj bele, tanítok egy tantárgyot, klinikai toxikológiát. én ezt üzöm 31 néhány éve. Világos, hogy egy olyan tantárgy, amit fél évig hallgatnak a hallgatók, Bárkitől tudok olyat kérdezni, amivel meg tudnám őt buktatni. Ez, csak a célom, kérdése? ez a célom? Ne ez a az... célom. Mm. Alapvetően? Nem. Az a célom, hogy előhozzam belőle azt, ami neki, még ha soha az életében nem fog ezzel foglalkozni, de mondjuk ott lesz egy házi háziorosi rendelőbe, vagy bárhol, és akkor találkozik egy mérgezett beteggel, hogy hogy, hogy, valami úgy, 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 előjöjjön belőle, amivel azon az emberen legalább addig tud segíteni, ameddig mondjuk a mentő ki nem jön, amíg egy olyan szakemberhez nem jut az illető beteg, aki mondjuk ebbe egy kicsit, ő, kicsit, járatosabb. Úgyhogy én ezért nem szerettem ezeket a dolgokat, és magam is visszaemlékszem ugye az egyetemi élményeimre, ahol tényleg voltak ilyen, ilyen, ilyen retteget vizsgáztatók, akiknél tényleg olyan bukási arányok voltak. Hát itt volt például anatómiából, sose felejtem el, Somogyi tanár urat, így megfogta a koponyát, fejjel lefelé, annak az aljában millió egy luk, és akkor fogott egy ilyen fémkutaszt, így beledugta az egyik lukba, azt mondja, na, azt mondja, itt mi fut, honnan ered, hova megy, mit fog Jó, beidegezni. És, tőle, és ott érted, van, mit tudom, 34 luk, és akkor az ember fél, úristen, hát, ő... meg emlékszem, hogy például a csonton 124 darab olyan képlet van, Istenem. amit darabról, csak itt a, ha, a csonton, amit, amit így rámutatva el kell mondani, hogy ez micsoda, és így tovább, és így tovább. És persze, hogy hát ez, ez nem lehet épésszel megtanulni, szóval. És most, ha elémtenének egy halántékcsontot, akkor azt mondanám, köszi, én most kimentem, <gül> <gül> tessék engem békébe hagyni ezzel ez az egész dologgal, de ott az ember azért valamit megpróbált ebből tulajdonképpen elsajátítani. És ez alapvetően megint csak arról szól, hogy akkor, ha kettőt nem tudta, akkor hello. Ez, ez a komolykodós Igen, és, és ez nekem sose volt a, a részem, hanem persze kérdez az ember próbál, próbálja rávezetni. Mondom, akkor most gondolkozom, vonatkoztasson el a szakmától. Most egyszerű hétköznapi nyelven, uh -huh. ilyennel találkozik, hogyan, tovább, stb. stb. Szóval ezért nem szeretek valójában. De szerintem hozzá járni, vizsgázni, akkor ilyen alapon biztosan nagyon szeretek. Nem szoktak a... megbukni a algodon. Na ugye, ugye. Az jutott eszembe, hogy ha halánték csontot nem is, de néha van nekem egy ilyen csoda dobozom. Ezt én készítettem, Igen. büszke vagyok rá. És ebben és a, a csoda dobozban. Ó, hát azt meg nem mondom neked, mert ez csak egy ilyen dekorkotta uh -huh. valószínűleg. De nem is az a lényeg, mi van kívül, hanem mi van belül, és bár halánték csonttal nem készültem, de egy-két olyan tárgyat az az igazság hoztam, ami kapcsán tulajdonképpen remélem, hogy eszedbe fog jutni néhány dolog, vagy legalábbis egy biztosan. És akkor itt rögtön szerintem ezzel a képpel kezdem, ezt majd megmutatjuk közebb a, a kamerának is, és ha mosolyogsz ennyire, akkor remélem, hogy... A puttony. A puttony. A Jaj, puttony. de jó, köszönöm. Igen. A Igen. Legyen Igen. a puttony a témánk. Mondjam el, vagy elmondod te, hogy miért épp a puttony? Hát elmondom én, hát végül is te kérdezel, én megválasztolok. <laughs> Ezt a puttonyt, már hogy nem konkrétan ezt a puttonyt, de mindegyikünk visel egy puttonyt. És a puttony az akkor kerül rá a hátunkra, amikor megszületünk, és az egész életünkben kvázi cipeljük Kinek üres marad, kinek kicsit megtelik, kinek pedig jól meg lehet tölteni, és ez végig telik az életünk során. És én azért láttam fontosnak ezt a puttonyt, mert a puttonyban lévő dolgok fognak segíteni bennünket ahhoz, hogy bizonyos döntéseket hozzál. Nagyon egyszerű példát mondok. Ha a kisgyereknek elmagyarázzák, hogy mielőtt átmész az úton, tessék szeresen így körülnézni, ez tulajdonképpen jobbra, balra, stb. stb. Akkor ez azt jelenti, hogy valamit beleraktak a puttonyába, és akkor, amikor a gyerek megáll a járda szélén, akkor nem így el fog indulni, anélkül, hogy azt megnézni, hogy most jobbról-balról jön -e esetleg valaki, hanem összör körülnéz. És mm -hmm. ez például már azt jelenti, hogy tettem valamit a puttonyába, mert ha csak így indul előtt, akkor jó esély van arra, hogy nem fog átérni az út túloldalára. És persze nem csak ilyen apróságok kellenek a, a, a puttonyba, de ez is azt gondolom valahol egy fontos dolog, hanem olyan dolgok, amelyek segítenek ahhoz, hogy bizonyos helyzetben tudjál valójában döntést hozni, és ha a puttonyba kerül bele dolog, sok minden, akkor nagy valószínűséggel, nem, nem garantáltan százszerzelékosan, de jó döntéseket fogsz talán hozni az életedbe. Ami persze nem egy garantált dolog, és ezért kell kihasználni minden egyes lehetőséget például a töltésre, és ezért szeretek én például mondjuk a, a, fiataloknak is előadni, és ugye most is itt az előadó körúton, azért csippentettünk olyan délelőttöket, amikor is azért általános iskolásoknak, vagy középiskolásoknak lehet egy kis puttony töltést csinálni. Esetleg olyan, olyan dolgokról, kábítószer, dohányzás, mobiltelefon, alkoholfogyasztás, meg egyáltalán ugye a világhoz való hozzáállásunk szempontjából, amit lehet, hogy talán mástól kevésbé kap meg, mert pont ugye a, ezek a klasszikus felnőtt mondatok, ezek hihetetlen jók, ez a amíg, amíg az én kenyerevet tesz. fia, ebben a családban felsorol 26 féle majd, dolgot. ha férhez És, mész, és majd, majd ha... akkor, ha ez megtörténik, akkor szia, a hátadból, ami tulajdonképpen a puttony töltésben nulla dolgot jelent, de hogy esetleg miért ne csináld, vagy esetleg, ha csinálod, akkor miért tudjál betartani egy keretrendszert, amin belül, ha mozogsz, akkor tulajdonképpen semmi bajod nem lesz az égi a világon. Szerintem ezek lehetnek alapvetően a fontos dolgok. Van egy, egy picit személyesebb kérdésem is a puttony kapcsán. Egyszer említetted korábban, hogy amikor pont Bendegúzról a fiadról kérdeztek, hogy talán nem tudom, jó pár esztendővel ezelőtt még fiatalkább volt, mondtad, hogy belőle biztos nem lesz drogfüggő. És megkérdezték, hogy miért, és pont a puttonyra hivatkoztál, mondván, hogy az édesanyával közösen, olyan dolgokat próbáltatok pontosan, igen, tudatosan beletenni. Igen. Igen. Hát azért útuljabb. most azt gondolj bele, hogy az milyen gáz lenne, hogy mondjuk összeszednék az utcán, és akkor megnézik, előkapják az igazanyát. Azt ez nem az a hely, gyerek. Milyen gáz ez, és a komitőmű felhívnák telefonon, hogy aztán felorvosul, hát a gyereket bevittük a kórházba, mert mit tudom, én betépet, mitől ő beállt, tessék, szerint lehet érte menni. Én azt gondolom, hogy a föld alatt kúsznék be, hogy, hogy hát azért ez. De, Egyeként... Szóval ez is biztos benne volt, de nem hiszem, hogy ez volt az a, az a domináns dolog. Mert ettől ő még ugyanúgy volt volt részeg, és így tovább, és így tovább, és, és én azt gondolom, hogy kapott olyan keretrendszert, hogy. Hogy, hogy ismeri azt a, a saját határait, például mondjuk alkoholfogyasztásban. Viszont nem lehet az, kérdezem, csak így, bár nem vagyok biztos benne, hogy bevallanád, főleg publikusan, nincs ebben egyfajta tudatosság, és vagy akár a kezdetektől nem volt egyfajta tudatosság, hogy te ilyen témák iránt indultál el egyáltalán kommunikáció szintje, hogy fiatalokkal foglalkozó, hogy hangsúlyt teszel arra, Nehez. hogy... Az, egész, az, az, hogy én gyakorlatilag berekerültem a különböző médiumokba, az abszolút mértékig a véletlennek volt tulajdonképpen a művelet. Hogy alakult ki? Mi volt az első? Mert erre nyomot nem találtam. Amikor 97-ben oda kerültem a, a Péter Sándor utcai kórházba a toxikológiai osztályra, akkor azt úgy hívták, hogy balesli belgyújászat, ez egy százágyas osztály volt, nagyjából olyan pseudobörtön körülmények között ajtók bezárva, 16 ágyas kortermek, ö, ö, szóval mint egy klasszikus tébojda, mm -hmm. ugye? És, és nekem ez az első pillanattól kezdve nem tetszett. Úgyhogy nagyon hamar ezt ott átalakítottuk, részben tök felesleges volt a százágyat megtartani, most minek egy beteget, aki nem szükséges plusz még 3, öt hat napig bent tartani, úgyhogy ebből lett 55 ágy, és az 55 ágyon, ugye hát részben egy kicsit a komfort is javult, mert úgy képzeld el, volt olyan kórtermünk, amikor 16 ágy volt, ahol így oldalt is voltak ágyak, Jajaj. meg középen, középen is, de nem egy, Kettő egymás mellett, kvázi francia ágy majd, De régi hogy nem az Egy idők hangulatát idézi. Hát hát ez ez, ez, igen, ez, ez valami nagyon-nagyon-nagyon tragikus volt. És hát ugye ide azért kerültek nem csak a normál A4-es pogárok, hanem azért olyanok is, akik lehet, hogy már akkor is egy kicsit olyan ismertebbek voltak, ami viszont a, a sajtót alapvetően alapvetően érdekelte. De nem arról szólt, hogy na akkor most bekerült Huszvisel Eulália, a híres filmszínész ugye a, a korázba, és akkor tessék nyilatkozni, hogy ő most akkor bevet 30 tablet tojat, 20 tablet tojat, azért mert megcsalt őt a férje, vagy mit tudom én, mm. hát abszolút nem erről volt szó. Hát ha kitudódott az illetőről, hogy bekerült, akkor, akkor általánosságban lehetett csak beszélni ugye ezekről a dolgokról. Konkrétumot, betegjogok, abszolút soha semmit nem árultunk el. És ugye elkezdett jönni a mert addig soha senki semmilyen nyilatkozatot nem adott ki a kórházból, de semmiről az égért a világon. És hogy akkor elkezdtek jönni a különböző sajtótermék, világos, hogy a híradó. Uh -huh. Most a híradó az alapvetően miről szól? Kettő Rövidke. perc. Kettő perc, amiben, amiben, elmondják a történetet, megszól a szomszéd, ugye azt mindig nagyon élveztem, aki pontosan tudja mindent. Általában az ő szövegét az ki kellett írni, mert úgy beszéli a magyart, hogy az gyakorlatilag épesző ember nem érti meg ő, valójában, és akkor megszólaltatják idézőbe a szakembert, és akkor kijöttek oda, fölhívtak telefonon, hogy lehetne. Én megkértem az engedélyt a kórházigazgatótól, persze jöhet, de személyiségjogú betartás mondom. Persze, semmi gond nincsen. És akkor eljöttek, felállítottak is kamerát, és akkor oda dugták kerem a fagyit, és akkor főtettek néhány kérdést, és én erre a kérdésre válaszoltam. Hoztam volna fagyit, fagyit. Is csak az elolvad, mindig a mikrofont fagyinak nevezett. <laughs> és, 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 ennyi volt. És előbb-utóbb ugye a sajtó is rájött, hogy velem nem biztos, hogy olyan bonyolult dolog egy ilyen interjút. Megcsinál, mert nem arról szól, hogy akkor, akkor most onnantól kezdve mondja el már, legyen szíves, még egyszer, hogy, mert akkor esetleg uh -huh. egy mondatba össze tudnám foglalni, és talán végig tudok mondani három mondatot láb egybe, anélkül, hogy ő, meg ó, kezdjük már újra, mert itt belebakiztam, ha bár, ha valami írott szöveget elém tennének, és azt mondják, hogy ezt a három mondatot mondjam el, nem tudnám Ugye, elmondani. én is ez a típus vagyok. <laughs> nem, nem, belebakiznék, nem tudnám, hogyha, de itt folyamatosan kell beszélni, akkor a beszélőköm az jól működik, akkor akkor nagyon sok mindent el tudok mondani. És így indult el a dolog, amiből aztán lehetett olyan dolgokat is csinálni, hogy nem csak arról, hogy akkor most az altatószer mérgezés, stb., uh -huh. hanem nagyon csúnya szó, amit mondok, lehetett nevelni. Mert föl lehetett hívni a figyelmet mondjuk a, a szénmonoxid mérgezésre, a gomba mérgezésekre, a vétlen mérgezésre, hogy milyen az, amikor valaki a fagyálott jön a kocsiból hátulról előveszi, közben vezet természetesen, és telefonál, és meghúzza, és utána jön rá, hogy Jézus Mária nem üdítőt itt hanem mert mind a kettő egyformán édes ízű, szóval semmi olyan drámai dolog nincs. Meg, hogy hogyan tároljuk otthon ezeket a különböző dolgokat, meg a gyógyszereket lehetőleg nem mondjuk 40 centi magasan tároljuk, hanem ott fönt, ahol a gyerek biztos ne érje, meg például amit, amit nagyon fontosnak tartottam, hogy amikor a gyereknek gyógyszert adunk, mondjuk kanalas orvosságot, ő ne lássa magát a folyamatot. Uh -huh. Hogy én még akár innen is előveszem, lecsavarom, kiöntöm, nyom-nyom-nyom, és odaadom a gyereknek, hanem ő csak azt a pillanatot lássa, hogy ott van a kanálba, uh -huh. és odaadom neki. És azért, mert ő ezt a saját szerepjátékaiban el fogja játszani. És bizony bizony voltak, sajnos még most is vannak olyan vétlen gyerekkori mérgezések, amikor is mondjuk a a nagyobbik testvér, a kisebbik testvér, én vagyok a doktorbácsi, te én. vagy a beteg, és akkor mondjuk egy, egy suftiba talán termetszertől kezdve bármit odaad neki, és alapvetően ebből, hogyha hiányzik az a része, hogy én hol meg mit csinálok vele, akkor a gyerek csak a végét látja, és azt már viszont nem fogja eljátszani például a saját szerepjátékaiban. És mondjuk ilyeneket át lehetett adni az embereknek, és aztán utána, hogy mondjuk kvázi egy kicsit ismertebb lett az ember, akkor utána már portrébeszélgetés, reggeli kereskedelmi tévékbe egy-egy ilyen dolog, történt, hogy akkor ez az egész miről szól, és aztán lettek belőle előadások. És mm -hmm. akkor így, így indult el tulajdonképpen és az egész. És könyvek, szóval, és lettek, lettek könyvek. ilyen szóval, kis körúta. Szóval az ige a világon semmi tudatosság volt, én soha nem tanultam olyat, hogy kommunikáció, soha nem olvastam egy könyvet, ugye, hogy hogyan kommunikáljunk. Hát most bemész Amerikába egy könyvesboltba, akkor ilyen, 50 méteren keresztül ugye a, a különböző gurukot oh, leírják, hogy az előadásnak milyen legyen a technikája, hogyan csináld, és így tovább. Steve Jobs, hogy ki zsebre dugott kézzel, és akkor ennyi. A sikeres ennyi. kommunikáció és akkor előjött, öt titka. Soha, soha, soha ilyesmi az életemben nem volt. Ez, ez lehet, hogy csak úgy jött. Viszont az a kérdésem egy kalap alatt, mert ez a bentről jövő tehetségnek nevezem az ilyet, ha kommunikációról van szó, és ilyen emberekkel beszélgetni, illetve ilyen embereket hallgatni szerintem kiváltságos helyzet. Főleg akkor, ahogy te is mondod, egyfajta értéket akar az Tudod, ember Tudod, Ez szó sem jut ilyenkor. A Nem a feltétlenül. Nem az a lényeg, hát ilyenkor amúgy is te vagy itt most a főszereplő. Viszont az jut eszembe, és hadd legyek egy picit talán gonoszkodóbb a kelletténél. Azt veszem észre, hogy te, tudom, az első közt voltál, aki. Szakorvosként effektív kiállt a fagyik elé, és adta ezeket a rövidebb, hosszabb interjúkat, illetve lett az a, hadd használjam ezt a csúnya szót, enyhén szólva, tárolás az orvosok és egyáltalán akár pszichológusok körében, amit ma láthatunk magunk körül. És értsd jól, de a kérdés az az, hogy vajon nem megy -e ez adott ponton magának a szakmának, a hitelességnek a rovására? Ez a hitelesség egy fontos dolog. Én azt gondolom, az ember olyanban nyilatkozom meg, ami amihez ért. Ettől még mindenről megvan az én véleményem, uh -huh. amit megosztok otthon, megosztok a barátaimmal, de nem feltétlenül tartozik alapvetően az a nyilvánosságra, hogy most mit tudom én, hogy látom például a magyar kormány gazdaságpolitikáját. Megvan róla a véleményem, nem ide tartozik. Amit elmondok egy olyan körbe, ahol ezen beszélgetünk, vitatkozunk, vagy, vagy el sem mondom összességében, de az például, hogy hogy mondjuk a, a magyar kábítószer mennyire egy túl hájpolt történet, hogy működik-e alkoholstratégia esetenként, hogy a kórházi ágyak, ugye például Magyarországon, Európai Unióban az egyik legtöbb kórházágyunk van, mégis ugye megnézzük az egészségügyi mutatókat, akkor azért Európa végén kullogunk, hogy itt akkor valami nagyon komoly inkongruencia van, például finanszírozási gondok, vagy, vagy szóval, szóval ilyenekről az ember nyilatkozik. Meg hát hogy itt volt ez, ez a fránya COVID, ami azért nagyon-nagyon odavágott most általánosságban tulajdonképpen mindenkinek, és ott például mondjuk azt én borzasztónak találtam, amikor központilag ö, ö, úgy nyilatkozta, hogy nem lehet nyilatkozni. Egy szót sem. Megvoltak azok, ugye, akik nyilatkozhattak. A Szlávik János barátom, ugye, aki évfolyamtársam is volt az egyetemen, ugye a tiszti orvosasszony, és még egy-egy talán valaki, a többiek pedig voltak, például mondjuk én is, vagy még egy-két más kollégám voltunk, házi a partizánok, akik azt gondolom, hogy azért álltak ki, mert az embereknek tudniuk kell, hogy valójában mi is az igazság. Ugye ez miről is szól, és pontosan a Covid-dal kapcsolatban, lásd akár itt az oltás ellenességet, csomó olyan információ, hamis információ Fajtsége. volt kint, ami alapján ugye olyan, olyan közvélemény alakult ki, ami, ami nem feltétlenül jó irányba vitte ezt a dolgot, és talán az ember ezen próbált egy kicsit, kicsit talán változtatni. Javítani, mondjuk. És ettől, ki és kerek ettől, kerek, még, ettől még kaptam én ott békát, meg elküldtek ide, meg oda, meg amoda, hogy itt most a megvett a gyógyszercég, meg hogy a kormánynak folyam a kommunikációt, ami viszont egyáltalán nem igaz, mert az, hogy én a COVID-ba egyetértettem egy csomó olyan dologgal, ami aktuálisan mondjuk a kormány kommunikáció volt, csak az mondjuk hát... Hogy is mondjam, csak kicsit ilyen, ilyen, ilyen háromlábú tején kategóriába ö, tartozott, és akkor még finoman fogalmaztam. Ettől még, amikor mondjuk ott olyat látok egészségügyel kapcsolatban, ami nekem nem tetszik, akkor én azt, azt alapvetően el elszoktam mondani, hogy aztán ennek időnként milyen következményei vannak, az meg, megint egy más tészta. De Én azt szoktam mondani, hogy állítólag egy demokratikus országban élünk, az ember szabadon el tudja mondani valójában a véleményét. Igen, a szólásszabadság az nem csak Magyarországon, nem csak itt nálunk, hanem azért globális szinten. Most egész, gondoljuk a tavalyi Oscar-gálára, ugye, is, az enyhe kis bofozkodás. Ha COVID-ot érintettünk, akkor újra dobozomhoz kell nyúljak, mert ennek kapcsán is készültem neked egy újabb tárgyal. Ezt is meg kell mutassuk ma. Meg kell mutassuk majd külön a kamerán. Nem, van. Van neked is ilyen? Érzed a súlyám, hogy nem nagyon szoktam falni belőle. Azt azért a tiszteletes véget szeretném le tisztelni, szőlőcukor van. Ez nem gyógyszer. Viszont, viszont egy nagyon-nagyon nagyon szerethető megfogalmazásod volt korábban. Nem mondom ki a gyógyszernevét, hogy véletlenül sem minősüljön reklámnak, de egy antidepresszánsról beszéltél, aminek állítólag 10%-kal megnőtt a, a kereslet. Picit bele kell igen? szóljak, igen? Mert nem antidepresszánsról nem? van szó, hanem hangulatjavító, hangulatjavító. feszültség volt más gyógyszertani csoport. Az antidepresszánsok eladási forgalma az kb. 3-4%-kal nőtt. Ezeknek a típusú gyógyszereknek, a leszorom tablettáknak, benzodiazepinek, így van, aki tudja, van, aki nem, de például mondok olyan olyan hatóanyagot, mert hatóanyagot lehet mondani, az nem számít reklamnak. Hogy mondjuk Alkrazolám például, ott gyakorlatilag egy félmillió dobozos emelkedéssel kell valójában számolnunk. És ugye ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy az emberek belekerültek egy olyan krízishelyzetbe, ahol ugye magával mondjuk a akár az alapellátással, akár a szakellátással való kommunikáció az elő teljesen be volt szűkítve. Hát ugye a házi orvos az ott ült a rendelőn belül, ajtóablak bedeszkázba, nem vagy van. telefonáltál, amit nem biztos, hogy fölvet, vagy kiálltál az utca túloldalára, egy megafonnal a kezedbe, és akkor bekiabáltál. Kérlek, nem e volt, hogy volt ilyen. <coughs> vagy, volt, persze. Menj már, hát, megafonnal. Hát hogy, ne, hogy doktor úr, persze, hallottunk ilyen A, a panaszait is így kezdte hát, <coughs> Most egy idő után az emberek azt gondolom, minden átlásukat ez ezzel és ugye ott volt a bezártság, ugye a kiárási korlátozás, kiárási tilalom, ugye azért csak Magyarországon 47 és fél ezeren belehaltak ebbe az egész történetben. Nagyon sokan vesztették el hozzátartozókat, barátjukat, ismerősöket, ugye itt volt a poszt és az emberek tele voltak feszültséggel, és mivel ez tök jól mérhető volt, ami persze később jelent csak meg, hogy a depresszió, jelenléte a magyar lakosságban a járvány előtt nagyjából egy 30 volt. Persze a depressziónak vannak fokozatai is természetesen, és ez a harmadik hullámba Fölment 49 Vannak százalékra. adataid esetleg, akár itt felénk egy picit közelebb, nem tudom, európai szintű adatok, vagy ami általánosan ugye a Amerikában is. 30 fölött volt Norvégiában, 10 százalék fölött volt ugye a depresszió megjelenése. Romániából nem jelentek meg adatok, nem tudok. Nem csodálkozom nem, nem, <laughs> nem, <laughs> nem, 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 én nem, nem, nem tudok ilyen adatot mondani, uh -huh. de azért ha belegondolsz, hogy azért ez a 19 százalék emelkedés, azért az nagyon-nagyon jelentős. Ami pedig most van például, azt nem olyan rég jelent meg egy felmérés a főiskolás fiatalok, 51 a szorong, és a középiskolás diákoknak minden hetedik diák valamilyen közepesen súlyos mentális problémával küzd. És ez nem azt jelenti, és azt mindig el szoktam mondani, hogy neki van egy hatvanas iq -ja, és akkor örül, hogy mit tudom, egy oldalt el tud olvasni másfél óra alatt. Pontosan ugyanolyan ránézésre A4-es középiskolás, de belül ott valami nagyon-nagyon nagy zűr van ott a buksiába, ami előbb-utóbb ki fog törni, előbb-utóbb meg fog jelenni egy autogresszív cselekményben, egy erőszakcselekményben, cselekményben, egy online zaklatásban, és így tovább, és így tovább. Ráadásul ugye ott vannak ugye a különböző evészavarok, amelyek nem kis százalékban fordulnak elő. Szóval azt gondolom, hogy mentális egészség szempontjából nagyon nagyon Picsit nagyon nem, nagyon nagyon nem állunk, nagyon nem állunk És pontosan ez az, ami miatt ez a kvázi előbb említett hatóanyag például hihetetlen módon népszerű, mert ugye beveszed a gyógyszert, és a gyógyszer bevételét követően negyed óra alatt felszívódik, leszarod azt, ami van. Most Igen. nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy ott van a fejed fölött a felhő, esik az eső. Az kinyit egy ernyőt, és nem fog rád esni az eső. Igen, csak az az egy baj van, hogy az ernyő előbb-utóbb elolvad lebomlik a gyógyszer, és akkor megint ott állsz az esőbe, és akkor újabb, és akkor újabb, és akkor most már nem elég egy fél milligram, most már egy egy milligram kell, és így tovább, és gyakorlatilag három-négy hónap alatt az ember a saját gyógyszerfüggőség karrierét gyönyörű szépen föl tudja építeni. És ezt látjuk. És ezt úgy, hogy tegyük hozzá, legális dologról beszélünk ebben a pillanatban. Abszolút. Hogy ez, egy, ez egy receptköteles gyógyszer, ég, ég. viszont körülbelül 8%-os ennek a fekete piaci forgalma. Szóval most beütjünk a Google- hogy alprazolámot szeretnék venni, akkor gyakorlatilag az első ötven szájt arról szólna, hogy van eladó alprazolámom. Jó, nem TB támogatású. Ne üssétek be a google Nem TB támogatott áron, stb. stb. Uh -huh. De meg lehetne venni, és akár ma este a bevásárlóközpont parkolójában, ott át tudnád venni ezt a gyógyszert. Igen, ez a helyzet, hogy szerintem bármilyen típusú tudatmódosítószerről legyen szó, akár patikában kapható változatról, akár nem, aki keres, az talál alapon valószínűleg Igen. nem kell megmondani, hogy, hogy hol keres. De hogy és lehetne még ne, és, még, és még nem ez a gyógyszer az a leszorom tabletta, ami a leginkább populáris függőség szempontjából, hanem a hashajtó. Micsoda? De na ezt mikrofonon na most, kívül majd elmesélem. Na elmesel. most azt hiszem, hogy most előkapsz egy, egy tekercs WC papír. Hát az nem. Az de nem majd elmesélem, elmesélem elmeséle miért. Jó, jó, jó. És ugye ez, ezért kellett ezekről a dolgokról kommunikálni, hogy az az A4-es átlag ember, aki ott ül a televízió Értenek. előtt, az valamit, valamit halljon már elő, és ne csak az, hogy délelőtt 11-kor volt ugye ez az operett műsor, legalábbis nálunk ugye az M1-en, ez a, ez a ez a tájékoztató, ugye, amikor kiállt, ugye Cilikemek kiállt, ugye ott valamilyen rendőr, és akkor ott elmondtak néhány adatot, és akkor Hello szavaztok. Ennyi, és semmi egyébről valójában nem lehetett tulajdonképpen beszélni. Pontosan az oldal, mennyire vett bennünket igénybe, és ha még ez hat hétig tovább tart, akkor bedőlt volna a rendszer. Azt mondod Hát ugye, gondolj bele. De én mindenhol fönki... vagy csak nálatok is? Ne, mert most ez ugye, ez ha mindenhol, ez, mindenhol ez biztos, hogy itt. Most gondolj bele az én időbeosztásomban, Hétfőn mentőztem. 24 órába. Ez most már egy nagyon régi dolog. Kedden otthon voltam, szerda reggel kimentem abba a kórházba, ahol dolgozom, és volt, hogy szombaton vagy vasárnap jöttem vissza. Hiszen ugye nálunk Igen. nem arról szólt, mint mondjuk egy egyetemi intézménybe, hogy akkor az összes rezidens, a sebészetről innen alól, mi voltunk nyolcan, azt hello. Azt tessék beosztani a 126 ágyra, azt a nyolc embert, amiből négy rezidens volt és négy szakorvos és akkor így tessék dolgozni. És akkor itt hazamentem szombaton, és akkor így ültem. És úgy néztem ki a fejemből, és és egy épkézláb gondolatom nem volt, vagy vasárnap, és hétfőn kezdődött megint előről. És ez tartott hetekig, ez akkor És ugye szerdán úgy mentem, úgy mentem a kórházba, hogy három cekkerrel fölpakolva, a rántott hús, a sült hús, a joghurt, a, a tej, a üdi, stb. 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 vittem magammal. Gondolom, félig beköltöztetek, komplet... hát szó szerint nem, a kórházba? Nem szó szerint félig, hanem abszolút mértékig. Viszont tudom, hogy mit csináltál akkor vasárnap odahaza, túl azon, hogy így bámultál barok trombita zenét hallgatok. Azt nagyon gyakran Jöldában. szoktam. Mert hogy azért akkor mondjuk el, Gábor, Igen, kapcsán barok trombita zene, illetve a magyarós csoki, illetve a pipa története ugye a te életedben. Ott akarok kiukadni, hogy egyrészt, ahogy te magad korábban nyilatkoztad, ezek segítenek effektív megóvni téged a kiégéstől egyrészt, meg hát gondolom, hogy lazulni kikapcsol. is, kikapcsolni. Nagyon kikapcsol. Viszont... Én szeretek otthon lenni nekünk, ugye van három kutyánk, három tacskó, mm -hmm. há, három, gyilkos, 21 kilo, a három együtt. <laughs> <laughs> és azok, azok is hihetetlen, <laughs> hihetetlen jó fejek, és tényleg ilyen, 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 ilyen örömadó, amikor érted, jönnek, mikor megy az ember, és akkor jönnek, és akkor ugrálnak. Olyan és házi izé, kedvenc, ilyen körbe, szempontból a lelket Úgyhogy nagyon, nagyon, Mit szólnak a barok trombita zenéhez? Hát akkor ott alszanak. Igen, bírják ők is. Ezt elmeséled, hogy honnan, honnan ennyire, mert azért valljuk be 10 tízből kilenc és fél ember nem hát, hallgat. Vagy 9,9, vagy kilenc, vagy akár 9, még több. Hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert még valamikor nagyon régen egy tavaszi fesztiválon ennek már szerintem több mint, hát legalább olyan 31 néhány éve lehetett. Ö, nem tudom én hogy, de elkeveredtem Búvárszi Kongresszusi Központba, ahol egy Moris André nevű fickó trombitált. Nem tudom, barok zenét játszott, nem tudom, elmegyek, hát meghallgatom, hogy milyen. Szeretem a barok zenét, és Moris andré tudni kell, hogy a világ eddigi legnagyobb, már, ne, már meghalt Moris André, de 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 legnagyobb trombita művésze volt. És meghallottam, amikor először belefújt a Piccolo trombitába, és, és játszott egy Vivaldi trombita versenyt, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. Szóval ez valami fantasztikus. Ez ilyen, az a nagy találkozás, ez úgy, 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 És az úgy, bum, úgy megfogott. Na most, akkoriban még azért, így, szóval Magyarországon azért annyira a, a részfúvós koncertek, azok nem nem népszerűek, és hát honnan lehetne, hát lemezek, lemezek, lemezek. Annó még volt egy NDK Centrum nevű boltot a Deák téren a metró kiáratánál, ahol egy, egy német lipcsei trombitásnak lehetett kapni a lemezeit, neki nagyon-nagyon sok trombita lemeze jelent még Ő tanít is ott a, lipcsei Egyetemen trombitát, és ő, ő, gyűjtő volt, már úgy értem, hogy régi feldolgozások, és, és elkezdtem trombita lemezeket gyűjteni. És bárhova járok a világon, az mindig két basic program van, az egyik a lemez volt, általában olyan uh -huh. 3-4 óra, a másik pedig a pipa volt. Ez mondjuk csak egy kétórás program szokott oh. lenni, de ezt, ezt, ugye a, a gyerekem is tök jól tolerálja. Mm -hmm. Ő olyankor ott hagy engem, és ő megy akkor a, 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 Olyan a, egy, nő, a nem tudom, a ruhaboltban. A, a könnyű zenei részbe. Ugye ő ott megy, én meg akkor ott szépen nézem, rendszeresen járok ugye Pesten is a Rózsavölgyibe, a zenei antikváriumban, ahol már abszolút ismernek, és ha netán valami újdonság jön, akkor azt mindig nem rakják ki a polcra, hanem berakják. Féleteszi Múltkor fel is hívtak. Mert egy hónapig nem voltam a Rózsavölgyel, és kérdezték, hogy mi van. Hát ott csak nincs valami baja. És akkor mondtam, hát nem. És akkor másnap úgy, úgy intézem a dolgaimat, hogy be tudjak menni, és akkor rögtön három lemezzel, lemezzel érkeztem valójában haza. És azért nagyon más az, amikor lemezről hallgatja az ember, vagy CD-ről, és ugye van olyan ezer körüli bakelit lemezem, és legalább ugyanannyi cd ami Tényleg ezt az érát. Jól érzem, hogy te ha valamit, akkor azt nagyon. Akkor át Ugye? Szélsőségeken vagy? Ebből a szempontból igen. Mondjuk negatív irányban is, ne csak ilyen pozitív. Hát ha azt érted az alatt, hogy vannak bizonyos dolgok, amihez makacsul, akár ragaszkodom, még akár Vagy ha nagyon fáj, nagyon fáj, vagy hogyha nagyon rossz rossz élmény, negatív irányba billen el valami, akkor azt nagyon mélyen megéled. Nem? Hát ez jó. Hogy kell ezt csinálni? Nagyon egyszerűen nem tudom. Ez például tök érdekes volt, hogy ugye itt, itt édesanyámról beszéltünk mm -hmm. itt az elején, hogy amikor meghalt édesanyám, akkor azóta nem is beszéltünk róla a fiammal. Jaj. Mert elengedtük. És nincs úgymond nincs. tüske vagy, nincs. vagy bármi elvarratlan nincs. Nincs. Ráadásul ugye szegénykém, hát ugye ahogy ő elment, az gyakorlatilag ott volt nálam bent a kórházban, amikor már Egyen. nagyon szegénykém a végét járta, akkor bejött és azt mondta, hogy legyen elég, és akkor bejött, és akkor komoly fájdalmai voltak, és akkor kapott morfiumot, és szépen, szépen elment ott valójában mellettem. Akkor egy gyerek még kicsi volt, úgyhogy előtte még telefonon elbúcsúzott a fiamtól, és igazán azóta, így, így nem nem jött elő. Persze, hogy ez, ez, még, ez még a nagymamától van, című hmm. ilyen, ilyen dologban, de az, hogy most leültünk volna és akkor erről Érdemben. beszéltünk uh -huh. volna, ilyen nem volt, mert ő is pontosan ugyanolyan, hogy, ez... hogy, ezt, hogy ezeket úgy, úgy, úgy el tudta engedni. Én, én merem hinni, vagy remélni és akkor ilyen alapon, tudod, hogy nem egyfajta elnyomásról vagy eltemetésről nem, bennünk, van szó. Az ilyen, ha ki kell bukkanjon, akkor egyszer csak majd. Előbb-utóbb akkor kijönne, kijönne de. de, de se Bendegúz, nem, nem úgy érezzük, hogy, hogy ez most bennünk egy olyan dolog, amivel majd be kéne ülnünk egyszer és mint férfi a férfivel. Ugye ezt az egészen. Ezekleg Csíki fenyők, igen. Viszont arra gondolok tudod, hogy ha van trauma vagy veszteség az ember szempontjából egy életen keresztül, talán az egyik legerősebb, amikor a, a saját szüleit, vagy a szeretteit ugye elveszíti Neked viszont volt még egy másik, és ahhoz kötődik a harmadik és egyben utolsó mm -hmm. kis tárgyam, ezt ilyen laza eleganciával, csak így kikapom. Ez a egy góri mm -hmm. Igen, igen. Ez szar volt, már ugye? Hát itt most már bocsánat. ez mellett, figyelj, Igen. abszolút Igen. belefér. Igen, allergiád van, és ezért le kellett mondjál, ugye az úgymond eredeti Igen, szerelmény. ugye ez amikor megjelent, hogy 95-ben, ugye én baleseti sebészként kezdtem, és a Honvéd Kórházban dolgoztam, és imádtam, mit csináltam. Szóval nagyon. Behozták a sérültet, akkor ott összepakolni, ezt csinálni, azt jelenti, operálni, szóval nagyon-nagyon-nagyon szeretem, szakvizsgáim is vannak belőle. És 95-ből ugye elkezdődött, hogy ott a kezemben ilyen mindenféle kiütések jelentkeztek. Hát biztos mondom, hogy hát figyelj, egész nap kesztyűben van az ember, meg a bemosakodó szerek, hát fölpull Hiába kentem, nem lett jobb. Rosszabb lett, rosszabb lett, rosszabb lett. De valahogy módon, hogy már, már zavaró volt egész egyszerűen, mert sterilitást veszélyeztető zavaró volt. És akkor kimentem a szakrendelőbe dolgozni, ahol még annyit kell, hogy a kesztyűbe bújni, és így tovább, és így tovább, És a végén rászántam magam, hogy az orvos a legrosszabb beteg. Elmentem bőrgyászhoz, megcsinálták a tesztelt, és kiderült, hogy gumi és illatanyag van. És erre az ember azt mondta, hogy, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, ami annyit jelent, hogy ezt nem fogom tudni tovább csinálni. Mert az, hogy most úgy legyen az ember baleseti sebész, hogy ne járjon műtőbe, szóval hát, a... igen. Igen. elméleti baleseti sebészet nem létezik. Újra ott vagyunk, ha valamit, akkor azt nagyon... Igen, ugyan, igen, és akkor, akkor, akkor volt azért hat olyan hetem, amit azért senkinek nem kívánok. Hát szóval, ugye az ember lába alól kiúzták a talajt. És akkor egy tök véletlen szerencse jött ez az egész toxikológia, mert 97. január, nem, december 27-én, ugye a feleségemmel elmentünk egy balettestre, hát elképzelheted, hogy mennyire akartam oda elmenni, amúgy se szeretem a balettet. Tényleg nem szeretem, hát van ilyen. Mondom én, hogy van addig, benned némi Addig, addig a feleségem, menjek el, menjek el, el, elmegyek, el, Hát ugye az első felvonás képzelhetett, hogy, hogy, élveztem, ott ültem itt, és azt se tudtam, hogy most miért ugrabugrálnak ott a színpadon, nem nagyon érdekelt. És a szünetben találkoztam egy kollégámmal, akivel sose dolgoztunk együtt, de mentőorvosként én nagyon sok beteget vittem hozzá arra az intenzív osztályra, ahol ő dolgozott. És megkérdezte tőlem, hogy te figyelj, én most átmentem az, az akkor még Erzsébet kórháznak, a toxikológiai osztálynak az intenzívére, nincs kedved oda jönni dolgozni? De. De. És ott kezdtem január másodikán. És innen indult gyakorlatilag a toxikológia című történet. Úgyhogy én azon szerencsések közé tartozom, aki úgy tudott szakterületet váltani, hogy ebből nem vesztesként került ki. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy most, most itt ülök 63 évesen, és akkor azt mondom, hogy hát igen, nekem tulajdonképpen 97 óta úgy, ahogy van szar az egész, és így vegetálok, meg bemegyek a munkájára, és csinálom, de igazán nem van Nem, én baromért élvezem, amit csinálok, és hihetetlen módon szeretem. És most már nem hiányzik a baleseti sebészet összességében, de mondjuk ugye a sürgőségi ellátásban azért hihetetlen előnyt ad, hogy azért nekem van manuális szakvizsgám, hogy. ezt azért csináltam. Jó, ma már nem tudnék bemenni a műtőbe, és nem tudnék megoperálni egy, egy, egy szomnyakat, mert azért ahhoz képest, ami a 90-es évek közepén volt, a műtéti technikák, az implantátumok, ez hát hihetetlen módon fejle, fejlettek, de az, hogy például mondjuk egy sűrűsérült ellátásában egyfajta nézetet kap az ember, hogy azért másképpen látja, mint aki csi, úgy, hogy csináltam is ennek a másik oldalát, így azért ez, ez, ez azért nagyon sokat jelent, és például amíg a Honvéd Kórházban dolgoztunk, mi voltunk, akik, kvázi kidolgoztuk és országosan be is tudtuk vezetni a klasszikus, úgynevezett politrauma menedzsmentet, a súlyos sérült ellátási protokolt, uh -huh. ami alapvetően meghatározza, hogy amikor nem a kórház előtti szakban, hanem a sürgősségi ösztályi szakban, amikor behozzák magát a, a súlyos sérültet, akkor... akkor ki, ki hová, ki mit csinál, milyen munkákat kell, miket kell valójában megcsinálni, milyen protokollok szerint dolgozunk, és ezt most nagyon-nagyon sok sürgőségi osztály. Most már átvett, és ezt mi annak idején részben ugye hát babával gyakoroltuk, mm. részben pedig most már gyakorlatilag 5-6 éve körülbelül ez most már így zajlik, hogy mi például mentővel beszólunk rádión, hogy viszünk egy sőt sérültet. Mm -hmm ilyen és ilyen paraméterei vannak, mi ezt és ezt találtuk, a érkezési idő kb. 20, 20, perc, és akkor pontosan tudjuk, hogy mire mi odaérünk, és bemegyünk a soktalanítóba, a soktalanítóba ott lesz a sürgősségi orvos, az anesteziológus, a baleseti sebész, az idegsebész, a radiológus, a hasisebész, ha kell, az égési sebész, a fülorgégész, vagy akikre még alapvetően szükség van, egy nővér, két nővér, három nővér, négy nővér, és minden gyakorlatilag megy, mint a karikacsapás, a beteg 10-12 perc múlva a CT-be van, és hogyha kell, akkor újabb, mit tudom én, 5-8 perc múlva már, már, már benn van a műtőbe, és már csinálják. És ez, 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 egy, ez egy jó dolog, ezt valahol a gyerekemnek tudom, ugye ezt az egész történetet. El is hiszem, büszkeséggel töltem, mert azt, azt le kell tenni az asztalra, hogy bár laikus szemmel, fülle hallgatva, az ember bele nem gondol, hogy a protokoll ilyen szempontból mennyit számít. Fontosak. Tehát emberi, emberi életek múlnak. Abszolút, ezen. a protokollok azok nagyon jó. Van benned ilyen ilyen szempontból, önértékelés szempontjából már most büszkeség, hát még mennyi van hátra, de hát milyen jó. De hogy érzed azt, hogy, hogy igen, úgy, úgy letettem valamit az asztalra. Az fontos volt, hogy mondjuk itt a, a, a mérgezett beteg országos ellátásának a megszervezésébe abba azért hát elég komoly oroszlán részem volt, hogy ez valójában működjön, és amikor ott a Péterfit, és átmentem a Honvéd kórházba, akkor úgy mertem ott hagyni, hogy azokat a lányokat és fiúkat, akiket ott hagyok, azokra rámertem hagyni az osztályt. És ez egy tök jó. hogy az em És ma is, amikor oda visszamegyek mentővel, szóval nem dolgozni, uh -huh. és viszek oda mondjuk mérgezett beteget, akkor akkor még mind a mai napig azt mondják, hogy hello, főnök. És, az és azért, akkor egy és kicsit úgy dobog, ez ugye? Nagyon jó. És ugyanez van a honvédban is, amikor oda viszünk mm. beteget, hogy akkor is. Ami persze lehet, hogy a jelenlegi vezetőnek, hogyha ezt a meghallja, hogy hello, főnöknek szólítanak, akkor Ó, hát nem de annyira, annyira ez, a, ez a része nem érdekel. Úgyhogy meg amit most csinálok, az viszont tök jó. Ugye most már lassan ötödik éve nem vagyok főnök, amit hihetetlen módon élvezek. És Nagyon. Még mindig az vagy. Hát most gondolj bele, hogy 23 éve keresztül vezettem osztályt. Igen. És most végre azt tudom csinálni, amit szeretek. Beosztottként dolgozom a mentőszolgáltnál, kivonó mentőorvos, szóval ott ülök a rohamkocsin. Alapvetően, akcióban. Akcióban. Ö, a, abba a városi kórházba, ahol dolgozom, beosztott orvosok a sürgősségi osztályon, és ugye például ott ö, a, a főnökeim, azok mind a beosztottjaim voltak annak idén a Honvéd kórházba. És és gyakorlatilag ugye akkor dolgozom, amikor akarok, már úgy értem, hogy még Tapsz ugye... Kapsz egy kis rugalmasságot hát, azért gondolom. Nem kicsi rugalmasságot, ez általában, amikor jön az e-mail, hogy akkor tisztelt kollégák, kérném, hogy a, hogy a beosztással kapcsolatos igényeiket adjátok le, és akkor mit tudom én, mi 24 órázunk mind a két helyen, és akkor ez annyit jelent, hogy mit tudom én átlag hónapban, mondjuk egy, én félállásban vagyok mind a két helyen, mondjuk az 4-4-24 órát jelent mind a kettőbe, és akkor ugye a az többiektől elvárják, hogy írjanak 8-9 dátumot, én négyet szoktam írni. De mondjuk ezek fix napok, szóval tudják, hogy a hétfő, meg, meg ugye a csütörtök az, és akkor, ha még kell, akkor beszállok még esetleg más, más napokra is, de, de ez, ez, már úgy, úgy megvan, és az akkor tök jó, és akkor reggel végzek ott 60 és akkor fogom futócipőt, kimegyek az agyapartra, futok egy kicsit, lezonyolok belek az autóba, hazamegyek, és nem arról szól, hogy akkor most jelentés, vezető értekezlet, Igen. ilyen megbeszélés, olyan megbeszélés. Nekem ott az a feladatom, hogy reggel héttől, másnap reggel hétig, a rohamkocsin reggel héttől másnap reggel hétig csináljam a dolgomat. És a hivatásodnak és is. És az, Igen, és az a legjobb. És emellett van az embernek sok mindenre ideje. Arról, hogy eljárjunk színházba, arra, hogy eljárjunk hangversenyre, hogy elvigyem a kutyákat sétálni, arra, hogy elmenjek a, a fiammal, mondjuk hetente legalább egyszer valól összefutunk a városba, és akkor iszunk egy sört, mm -hmm. hogy eszünk valamit van időm arra, hogy tudjak olvasni, szóval ezt én most hihetetlen módon élvezem ezt a, ezt, a, ezt a fajta életet, meg van idő arra, hogy, hogy esetleg kicsippen magamnak így egy hetet, hogy el tudjak jönni, de Erdélyben is előadni, meg ugye Magyarországon is, hogy hogy el, el tudjak járni akár iskolákba, akár pedig máshol, ha meghívnak. Felmerül a kérdés, mert így ahogy mesélsz róla, főleg amíg ott, úgymond, a vezetői pozíció terhét leraktad magadról, uh, Isten igazából megvan az ideális életed ilyen. Én ezt most nagyon ugye? szeretem. Ugye? Felmerült nagyon... az benned, hogy, uh, és mes, hogy itt szomorú jövő felé kanyarítsam a beszélgetésünket, lesz, de, de hogy van-e még ennél több, nem mi lesz, ha, hanem hogy mi a cél, mi a szándék. Mi a MAX? A Be léc? akarom fejezni a, egy szakkönyvet, a klinikai toxikológiát, ami egy egyetemi jegyzett formájában már létezik, de szeretnék ebből, ebből egy könyvet. És ezt mindig elhatározom, és már olyan 80%-a megvan, három éve nem néztem rá, de hát persze azt át kell dolgozni, uh -huh. de mondjuk átdolgozni az nem annyira a bonyolult, és még talán egy olyan 5-6 fejezetet hozzá kellene. Valójában én így, erre valljuk be, szinte nincs időm. Mert ez azért azt igényelni, hogy mondom az azt mondom, ember. hogy két hónap. Igen. És akkor két hónapig az ember leül, és akkor mit tudom én beosztva mondjuk napi 8-9 órát ott ül a számítógépe mellett, és akkor amellett úgy, úgy, úgy más. Erre te még nem vagy kész? Kés, erre, erre, erre még nem vagyok kész. Ugye most alakul a a 3.0-as könyv, ugye eddig volt egy 1.0, egy 2.0, itt azért az elmúlt évek, főleg a Covid az azért rengeteg muníciót adott ehhez, hogy ezt az ember megírja, valami. és ugye ez nagyon érdekes, mert én eddig azt a, könyv, azt a két könyvet, ami, ami kázi a neve alatt megjelent, egyikbe, egyikbe se írtam egy mondatot se, ezeket mindig tártam. Komolyan? Elmondtam. Igen, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt valaki utána leírta, és utána én ezt mindig odaadom a feleségemnek, hogy ő ezt idézőjelben fogalmaz át, mert ugye az, ami... Szóval nagyon kevesen vannak olyanok, akik úgy tudnak beszélni, hogy az rögtön már papírképessé is igen, válik. Igen, hát jól olvasható. Igen, le, igen. Írva. Szóval, hogy... És mint, hogy fölveszek egy előadásomat, és akkor azt valaki gépbe írja, és akkor mikor elolvasom, akkor mondom, hát, hogy azért milyen kis zagyván mondtam ezt az egész <laughs> dolgot. Vagy, vagy ami lehet, hogy itt szóban tök jól érthető, de ha le van írva, akkor az egy teljesen más, más történet. És... Itt most ez a 30 és ez valójában így, így Ez készül. mikorra lesz meg? Én nagyon szeretném, hogy esetleg ez már karácsony előtt kijöjjön. Hogy valamikor ide. olyan november közepén, ugye már annak nem 20. december 23-án kell egy karácsonyi kívül kérni, mert akkor valószínűleg nem, nem adható le, hogy ez november közepére esetleg, esetleg megjelen. Na de jó. Ez, ez és, ab, ez jó és ebből hír. most már mindig vannak meg ugye meg ugye ezek a könyvekben van ami ilyen kis hosszabb rész, meg vannak benne sztorizások, ilyesmi, és akkor most már, most már mindig azt csinálom, hogyha például mentőknél is van valami olyan történet, ami persze nyilvánosság érdemes, és mondjuk hát... Olvastatja olyan, is magát. Kicsit olvastatja magát, akkor arról írok magamnak két-három két mondatot egy, egy, füzetbe, és akkor onnan már vissza tudom idézni, mert így azért egy idő után azért elfelejti az ember. Hát akinek ennyi minden van a fejében, nem is csoda. Már az én fejem is úgy van, hogy amit nem írok le, nem létezik ilyen szempontból. Hát én kívánom egyrészt, hogy akkor idén novemberben kézbe foghassuk ezt a könyvet, másrészt a másik kötethez is, hogy legyen meg az a két hónap, majd egy amikor ezt, ezt érdemben pontra tudod tenni, és hát remélem nagyon, hogy, és kívánom magunknak is, hogy lehet majd még ilyen beszélgetésünk, várunk vissza téged szeretettel Erdélyben. volt veled beszélgetni. Köszönöm én is Köszönöm szépen. Nektek köszönjük, hogy itt voltatok velünk, nem sokára lesz egy friss pertú, más meghívottal, de hasonlóan izgalmas történettel, úgyhogy akkor is tartsatok majd velünk, addig is tudjátok, Instagram, Facebook és minden más, kövessetek be bennünket, és hogyha van esetleg ötletetek, hogy kit lenne érdemes meghívni, ide a Pertu asztala mellé, azt is írjátok meg kommentbe. Köszi a figyelmet, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok! Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje.